Az animék egyik legfontosabb otthoni formája a Netflix, melyen számos jobbnál jobb széria megy. Ezek közül választottuk ki a legjobb 5-öt. Az utóbbi években a Netflix aktívan igyekszik megtalálni azokat a kevésbé ismert zsánereket, melyek nemzetközi érdeklődésre tarthatnak számot, és nem csak forgalmazóként, hanem gyártóként is aktívan beszáll a tartalomkészítésbe. Ennek köszönhetően az anime rajongók is egyre könnyebben megtalálják a nekik valót a streaming szolgáltató kínálatában. Lássuk, melyek a 2022 tavaszán elérhető legérdekesebb címek. Kezdjünk egy klasszikussal. A 90-es években nálunk Varázslatos Álmok címen futó sorozat Japánban 200 epizódot és 3 egész estés filmet élt meg, majd 2 évtized szűni nem akaró rajongó áradata után a Toei Animation úgy döntött, hogy újra leporolja a matrózruhákat, és Sailor Moon Crystal néven a legmodernebb animációs technikával eleveníti fel újra a harcos lányok történetét, immár jóval közelebb maradva nem ritkán sötét hangulatú képregény eredetihez. A manga feldolgozása jelenleg a 4. nagy történetívnél tart, melyben a Dead Moon cirkuszi társulatnak álcázott gonoszai igyekeznek a rémálmok hatalmával világuralomra törni, akiket a harcos tini lányok ismét csak a szeretet és a barátság erejével állíthatnak meg. A Sailor Moon Crystal első 3 évadja sajnos jelenleg nem elérhető a Netflixen, de a lenyűgöző látványvilágú és kompaktan 2 részből összepakolt Eternal mozifilm önmagában is megállja a helyét. A Netflix egyik nagy felfedezése volt Yamaguchi Tsubasa manga sorozata, a Kék korszak, amely egy főiskolaválasztás előtt álló gimis fiú történetén keresztül vezeti be nézőit a művészek elragadó, ugyanakkor kihívásoktól hemzsegő életébe. Főszereplőnktől, Jatorától nem áll távol a kemény munka, mivel semmiben nem tartja magát tehetségesnek és semmiért sem lelkesedik szenvedélyesen, a végtelennek tetsző tanulástól várja a jövője bebiztosítását. Egy nap azonban találkozik a festészettel, és világa a feje tetejére áll. Nem tudja tovább kemény munkával palástolni a gyávaságát, hogy élni kezdjen. A szemet gyönyörködtető anime elgondolkodtató kérdéseket tesz fel tehetségről és kitartásról, és hogy vajon melyik hozhat igazi sikert a művészek világában. Az anime első évadja érhető el a Netflixen, a folytatást tűkönülve várjuk. Na, erről van szó, mikor azt mondjuk, hogy a Netflix új lendületet képes adni az animéknek. A Nagy színlelő az utóbbi idők egyik legdinamikusabb, az animációs lehetőségeket legkreatívabban használó, végtelenül szórakoztató sorozata, mely japán főhőse ellenére nagy elszántsággal igyekszik más kultúrákat és motivumokat is bevonni a cselekményébe. Az önmagát zseniális szélhámosnak tartó Makoto szélsebesen keveredik bele egy nagy átverésbe, mikor külföldi áldozatáról kiderül, hogy nála jóval nagyobb ligában játszik, ám mire a japán fiú 2-t pisloghatna, már a Hollywood betűkről lóg fejjel lefelé, hogy aztán tagjává váljon egy nemzetközi szélhámos hálózatnak. A szenzációs animációért a Wit Studio felel, akiknek a mega sikeres Attack on Titan-t köszönhetjük, ám a Nagy színlelő esetében a manga alap sem kötötte meg a kezüket, és még szabadabban élhették ki őrült fantáziájukat. A sorozat 3. évadja még nem kapott zöld utat a Netflix-től, pedig igény, na az lenne rá. Az animék egyik nagy vonzereje, hogy egyszerre tudnak szélsőségesen kétségbejtő szituációkat teremteni, és mindenről viszonylag könnyedén mesélni. Ez történik az Űr gyermekeiben is, ebben a 2045-ben játszódó minisorozatban, melyben az emberiség kiszolgáltatottá válik az űrtechnológiának és a mesterséges intelligenciának. 5 gyerek szereplőnk a felnőttektől elzárva igyekszik menteni egymást egy meghibásodott űrállomáson, ahol az életben maradásukon kívül a Földön élő emberiség megmentése is a tét. A Denno Coil című saját ötlet alapján írt sorozatában Isso Mitsuo rendező már 2007-ben a mesterséges intelligenciák, kiterjesztett valóságok és a fiatalok ehhez való viszonyulását fejtegette, ám a világ azóta csak még inkább aktuális kérdését tette a technológiai szingularitás problematikáját. A komoly filozófiai kérdéseket ugyanakkor színes, szagos, könnyed, lebegő világban tárgyalja az Űrgyermekei, ahol a nézőt épp úgy sodorják magukkal az események, mint a holdi kolónián született szereplőinket a mesterséges gravitáció. A 2 részes film 6 epizódos minisorozatként tekinthető meg a Netflixen. Nem maradhat ki a sorból az utóbbi 2 év animációs versenyein szinte minden díjat bezsebelő, és az egyik legnagyobb bevételt hozó média franchise, a Demon Slayer sem. A 20. század elején Japánban játszódó fantasy történet a jószívű Tanjiro tragédiájával indul, akinek egy démon támadás során minden hozzátartozója meghal, illetve majdnem minden, hiszen az egyik húga ugyan életben marad, de démonná változik. Mivel Tanjiro még így sem tud lemondani a testvéréről, elhatározza, hogy démonvadásznak áll, és megleli a módját, hogy emberré változtassa pusztító ösztönökkel felé löki sugát. Innen kezdődik a folyamatosan vérre menő küzdelem, és Tanjirónak a saját emberfeletti elszántságán kívül mások segítségére is szüksége lesz, hogy leküzdhesse a démonokat. Jelenleg az animének csak az első évadja érhető el a Netflixen, a mozifilmre és a második évadra még várni kell, mint ahogy a széria magyarítására is, ám angol nyelvű Netflixre váltva angol felirattal már élvezhetjük itthon is a Demon Slayert. Kihagytunk valamit? Nektek melyik a kedvenc jelenleg futó sorozatotok a streaming szolgáltatón? Írjátok meg kommentben, hogy egy következő videóban arról is beszéljünk. Addig is nézzetek fel mindenképp az IGN shopba, ugyanis óriási választékban találhattok mindenféle animés ajándéktárgyat, jövő héten pedig újabb videóval jelentkezünk, addig is, sziasztok!